A hét elején Varga Jánost, a teljes karrierjét a budapesti Honvédban töltő birkózót választották a nemzet sportolói maguk közé új tagnak. Hatalmas elismerés ez az olimpiai, világ és Európa bajnok sportolónak, akit a budapesti Honvéd központjában megrendezett birkózó magyar csapatbajnokság keretében köszöntött egyesülete és a magyar birkózó társadalom. Itt töltöttem meg összes. Eredményeket mindent is. Ezzel nagyon hálásak is vagyok. Ezek az elismerések nem véletlenek ezek. Igen. Mindent ugyan a feleségének köszönhet. A feleségemnek mondta. A nemzet sportolói közé kizárólag olyan bajnokokat választanak, akik sportteljesítményük mellett az élet minden területén példaképek, és akikre a fiatalabb nemzedék felnézhet. Varga János, Jani bácsi is ilyen, akit természetesen a Honvéd média stábja is megszólaltatott. Kérlek szépen, nagy meglepetésért, mert már sokszor voltam besorolva, és mindig lemaradtam. Most úgy látszik, hogy sikerült jó helyre kerülnöm. Ez egy olyan dolog, hogy a világbajnokság, olimpia bajnokság az más téma, de a nemzet sportolója az kérdezőben abszolút hazai téma. Ez az utolsó már, szóval ez a legmagasabb kitüntetés, legmagasabb elismerés. Úgyhogy jó sikerült, örülök neki. Fiam, lányom nagyon örült, két unokám nagyon örült, úgyhogy minden jó sikerült. Majd kérlek szépen lesz olyan, hogy összejön mind a két család, a fiam egy unokákkal, lányom a férjével, meg mi. Úgyhogy jó, 8-an jövünk. Hát 79, jó, fölöltözve. Csont és bőr vagy. Janivel, nagyon vigyázzon. Egy díjat adnának át a budapesti Honvéd részéről, Orbán Győző a nemzet sportolójának, Varga János, olimpia, világ és Európa bajnok. És hát persze a főnöknek is. Köszönjük szépen, gratulálni, és sok erőt, egészséget kívánok. Köszönjük szépen. Az, hogy valaki nemzet sportoló legyen, véleményem szerint nem csak az eredményesség feltétele, hanem az, amit letesz magáért a sportágért, akár az olimpiai mozgalomért, akár a Magyarországért. Tehát, hogy ez az, amit tényleg nem adnak ingyen, ez mögött nem csak a sport teljesítmény, hanem egy iszonyatos emberi teljesítmény is áll. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon gratulálok, és nagy tiszteletem Varga Jánosnak, akinek jó erőt és egészséget kívánok még nagyon hosszú ideig. Csak a Honvéd!